Egy vastag műanyag madzaggal kötözték össze a hattyú lábait. A védett madárnak a fejét is levágták, és a tollain látszik, hogy megpróbálták megégetni. Hattyútollak a parton egy nagyjából egy négyzetméteres területen. Itt emelhették ki az állatot a tóból. A tetemhez még aznap forgatásunk után nem sokkal a rendőrök is kivonultak. A kollégáim a bejelentést követően azonnal a helyszínre érkeztek, ahol azonban a hattyú tetemét már nem találták meg. Ennek ellenére teljes körű agyagyűjtést és helyszíni szemlét folytattak le, ennek során elsődlegesen azt állapították meg, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Az ügyben viszont akkor feljelentés kiegészítést rendeltek el, és közben újabb információkat is begyűjtött a rendőrség, amikből arra következtetnek, hogy a hattyú még élt, amikor kiszedték a vízből, és csak később ölték meg. A szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője az adatokat mérlegelve úgy döntött, hogy az eset kapcsán állatkínzás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben büntető eljárást kezdeményez. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerdán azt mondta, hogy aki ilyen kegyetlenül képes egy állatot kivégezni, az az egész társadalomra közvetlen veszélyt jelent, akár embert is ölhet bármelyik pillanatban. Aki egy állat megkínzására képes, az gyakorlatilag már eléggé közel van ahhoz, hogy akár embereknek is fájdalmat, sérelmet, kárt okozzon. Alapvetően olyan szadisztikus ösztönök kerületnek felszínre, teljesen fékezetlenül, gátlástalanul, amelyek egy bármilyen másfajta társas érintkezésbe vagy társas interakcióba is ugyanígy felszínre kerülhetnek. A szakértő abban is biztos, hogy a hattyút meggyilkoló állatkínzó nem indulatból végezte ki az állatot, hanem előre eltervezte tettét. Nagyon súlyos abból a szempontból is ez, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát nem egy egyszeri indulatból elkövetett bűncselekményről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki egy hosszantartó folyamatot végigvitt, és ebben a hosszantartó folyamatban semmilyen mentális kontrollja nem volt, semmilyen mentális fék nem lépett életbe. Ha kiderül, hogy ki vagy kik gyilkolták meg brutális módon a táblára felkötött hattyút, tettükért akár 3 év börtönt is kaphatnak.